Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a világ magyarságához szóló üzenetét tolmácsolta Andrékó Gábor, a szabadkai főkonzulátus konzulja a zombori magyar polgári kaszinóban tartott emlékünnepségen. Az országos gyászra való tekintettel a vasárnapi nyugatbácskai rendezvények mindegyike, így a kaszinóban tartott is, egyperces néma felállással kezdődött. Dr. Karher Erzsébet elnöki beszédében kiemelte az anyaországi segítségnyújtás fontosságát, amelynek kézzelfogható jele a kaszinó épületén zajló felújítás. A műsorban fellépett a Vegyes Kar, az Egyesület fiataljai pedig ezúttal is sajátos stílusban előadott alkalmi összeállítással örvendeztették meg a közönséget. Március 15-e egy nagyon szép ünnep a fiatalok számára, és azt üzeni, hogy az elveinkért és a célunkért harcolni kell. Számomra március 15 azt jelenti, hogy meg kell emlékeznünk az őseinkre, és hogy az lebegjen előttünk, hogy összetartással akármit el tudunk érni, bármekkora legyen is a cél. Szombaton délután Nemes Militicsen pátóni szabadságharcos sírjánál koszorúztak, vasárnap pedig Kupuszinán a Petőfi szobornál, valamint Vezdánban és Doroszlón a helyi szabadságharcosok emléktáblájánál, illetve sírjánál tisztelegtek.